nyáron találkoztunk utoljára Zdolik Bencével, a Balatonfüredi KSF fiatal balátlövőjével. Akkor ezt mondta magáról. Azért az egy gyengém azzal a fejben az odafigyelés, mert az még nem nagyon. Aztán az erősségem meg azért úgy oda tudom tenni magam azért, hogyha akarom. Az alkat? Hát az alkat szerintem azért annyira nem, még azon erősítenem kéne, mert még azért nem vagyok olyan nagyon erős. Azóta viszont nagyot fordult vele a világ, de mégsem elégedett teljesen önmagával. Tehát még fejben is sokat kéne javuljak nagyon, akkor még alkatilag nagyon sokat, tehát erőllétben is, meg testfelépítésben is azért súly az kéne rám nagyon. Na de hogy emlékszik vissza Bence a válogatottban való debütálására? Volt egy kis izgalom, de amikor benn voltunk így az edzőben, amikor mentünk volna ki a mérkőzésre, akkor mindenki nyugtatott, hogy azt játszok, amit tudok. Igazából túl izgulnom nem kell, ez már ennek nincs akkora tétje, mint aminek itthon volt. Aztán igazából nem is nagyon izgultam, tehát azt vártam, hogy mikor kerülök pályára. Mikor tudunk valamit mutatni. És mutatott is. Akkor 6 lövésből 6 gólt szerzett. Ennek ellenére úgy gondolja, ha azt a meccset most újra játszanák, nem biztos, hogy így sikerülne. Előnyére vált, hogy ismeretlenként lépett a pályára, és ellenfelei nem tudták, mire számítsanak. Dolik! És Dolik bevarja! Bence 2,5 éve játszik Füreden. Előtte Békés Csabán megyei első osztályban szerepelt. Onnan került az élvonalba, azaz ugrott pár lépcsőfokot. Ahogy mondja, jókor volt jó helyen. Épp ahogy Zágrábban a horvátok elleni EB-selejtezőn is. Elsősorban saját magának köszönheti mindenki, hogy elér valamit. És hát ebben ő elég sokat változott ez alatt a 2,5 év alatt. Most már azt látom, hogy céltudatosabb, profiban gondolkozik. És hát tényleg ez egy jó impulzus volt neki ez a válogatott szereplés, tehát még jobban lökött rajta. Aztán nagy felhajtást kell neki majd helyre rakni, ami most körülötte hirtelen lett. Na igen, a hirtelen jött siker miatt bárkivel könnyen elszaladhat a ló. Még szerencse, hogy Bencének komoly segítői vannak, akik helyre teszik, ha netán fejébe szállna a dicsőség. Egyszer elérne egy sikert, az nem ugyanaz, mint hogy a többször megismétli valaki. Tehát folyamatosan ugyanilyen teljesmény fog nyújtani, és a csapatnak a úgymond vezérigyénysége is tud lenni, itt legalábbis Füreden, és az a válogatottban pedig egy standard játékos tud lenni, akkor azt gondolom, hogy már volt értelme, és sok mindent értünk el. A Nagy Lacit tudom példának mondani, aki gyakorlatilag én azóta tanulja voltam közvetlen közelről, hogy a válogatottban debütált annó ilyen fiatalon, mint a Bence, és hát mennyit változott, mennyire megérett, és egy vezér lett belőle. Hát és azt gondolom, hogy a Bence előtt is van egy példa, vagy van több példa, és hát tényleg az ő fején múlik, meg ezeken a beszélgetéseken, hogy ez a sinem maradjon, és jó irányba menjen tovább. Ha már válogatott, halljuk a nagyokat, mit gondolnak Bencéről, és persze mit tanácsolnak neki. Határozottan játszott is, eredményes is volt, úgyhogy biztos vagy benne, hogy benne is az mutoszkál a jövővel kapcsolatosan, hogy egy óriási önbizalmat adhat neki ez a horvátok elleni teljesítménye, és természetesen ugye ez kell, hogy mindig a szem előtt lobogjon. Nem kell teligatyával pályára menni, és mondta, hogy ilyenről szó sincs, tehát ez elég átlástalan, és ő nem szokott félni meccsek előtt, vagy nem szokott annyira izgulni. Hát mondom, az nagyon szuper, mondom, 20 évesen én azért egy kicsit nekem tele volt a gatya. Nagyon jó alkata van, nagyon jó fizikuma, és nekem az is tetszik, hogy nem egy beszari srác, úgyhogy ha szorgalmas lesz, és az élet is úgy adja, én azt gondolom, hogy a következő nagy játékosunk az érlődik. Szép szavak és remények, innentől már csak Bencén múlik, hogy hogyan fejlődik és tervezi a jövőjét. Persze ebből is elárult nekünk egy keveset. A legmagasabb szintre szeretnék eljutni, aztán egyelőre, ami most így a következő cél az úgymond álmom már kiskorom óta, hogy a Big Szegedbe játszhassak. És hát remélem sikerülni is fog egyszer. Na de ez a jövő titka még. Az biztos, hogy 2016-ig szerződése van a Füredi klubnál, ahol úgy gondolja, jó helyen van. Sótonyi László kezei alatt fejlődni tud, és nem hátrány, hogy olyan rutinos játékosok veszik körül, akik segíteni tudják a pályáját. Aztán majd néhány év múlva, ki tudja.